Épülnek az új lakások a Petőfi utcában, Szekszárdon. Ez az egyik helyszín, ahol zajlanak az építkezések. Ez pedig már egy másik helyszín. Itt a Kilátó utcában is új lakóingatlan épül. A sorházakra nagy az igény a vevők részéről, mondja Németh Zoltán, az egyik építőipari vállalkozás vezetője. Ez a cég a Tolnai megyeszékhelyen több helyen húz fel új házakat. Pakson például 3 helyszínen dolgoznak. Mi 40 új lakást építünk, cirka. Jelenleg ezekre van kereslet, azt gondolom, hogy év végéig egy komoly felfutás várható, utána pedig ugye Paks lakás ingatlan piacát meg fogja határozni a Paks 2 beruházásnak a gyorsasága. Németh Zoltán azt mondja, az, hogy most ennyi építkezés zajlik Szekszárdon, egyfajta felfutásnak tekinthető, de az áfa emelkedésével és a lakások drágulásával ez megtorpanhat. Vagyis elképzelhető, hogy nem fognak új projektek indulni a jövőben Szekszárdon. Az építőipari anyagokat ugyanis most 5%-os áfa terheli, ami jövőre 27%-ra ugrik fel. Ez jelentősen mintegy 22%-kal drágíthatja meg az ingatlanokat. A mi cégünk 2 beruházást csinál most, ezen kívül körülbelül 3-4 lakásépítési projekt van a városban. Ez Szekszárdon azt gondolom, hogy felfutást jelent, viszont azt gondolom, ez az időszak ez most átmenetének tekinthető. Az adatok is azt mutatják, hogy kevesebb új lakóingatlan épült az országban az év első felében, mint az egy évvel korábbi időszakban. A Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint országszerte összesen 6472 új lakást adtak át, 0,7%-kal kevesebbet, mint 2018 első felében. Elemzők szerint a lakásépítések növekedésének átmeneti megtorpanását enyhíteti a kormány családvédelmi akcióterve. Budapesten a lakásátadások száma az idén és jövőre is meghaladhatja a 10 000-et, országosan pedig a 20 000-et.